Ő 2 éves, körülbelül 2 éves, ugye ilyen Steffi jellegű keverék szuka kutyus, és őt vidékről Miskolc mellől hozták föl magánállatvédők, gyakorlatilag ők mentették. Ott igazából ő láncon volt tartva, mindenféle kutyaház, illetve fedett hely nélkül. Jó van dömpen. És még a füle is vágott. Szerintem kiskorában így fogták olóval, lecsippentették aztán. Itt általában azért Budapesten jóval kevesebb kutyát tartanak láncon, ez inkább egy vidéki gyakorlat, ugye nyilván a kertesházakban a portát őrzik ezek a kutyák, ott kevésbé szocializáltak, pont azért, mert ugye láncon vannak tartva, ott sokkal nagyobb probléma. A régi parasság, úgy mondom, így szokta meg, hogy a kutyát mindig a kapuhoz közel kötötték, hogy ne tudjon senki bemenni. Én ismerek mindenkit, de most már olyan 90%-a, aki már kennelbe tartja a kutyákat. 1-2 van, aki így láncol. Ez egy zsivány ez, mert ez mindig elszabadulna. Ennek is már ekkora kerítés van, hullámpalából is vannak hátul is. Ha akar, úgyis átugrik. Uh-huh. A drót kerítés szétszedne. Miért tartja egyébként? Hát, hogy ugasson. Éjjel legalább valamit jelezzen. Mindenek vannak itt, rókáktól kezdve mindent, azt akkor legalább lehet tudni. Volt, aki azt mondta nekünk, hogy már így inkább az a trend, hogy már egyre kevesebben tartják láncon, hogy ezt mennyire tapasztalja így, vagy ez nem így igaz, van. Nem igaz. Végig kell menni az utcán, be kell nézni a kapukon, is lehet látni. Amikor délileg van kötve, utána elengedem. Láncon akkor azt mondja, hogy van 8-10 órát. És ez milyen neki ön szerint, mint az állatnak? Hogy láncon van? Aha, igen. Hát jó neki, nem. Mi nem zavarja? Nem. Hát ez a világ legutálatosabb dolga, erre azt tudom mondani, mert az egy ugyanolyan lélek, mint egy ember. Ugyanolyan életre vágyik, szeretetre, amit nem kap meg nagyon sok helyen, pontosan azért, mert megkötik a kertek végében, meg hátul, és akkor ott van szomjan sok esetben, ha el is szabadul, lánccal együtt szabadul el, szóval nem tudják úgy kezelni méltó módon, ahogy kellene egy állatot. Miért köti meg egyébként? De mindig, hát, mert elmegy a szomszédba. Aha. Ott van egy fiúkutya, meg nőstény a miénk. Hogy viseli a láncon levést, amikor azon van? Hát nem nagyon szereti. De szoktam de tenni alá valami plédet, hogy ne fázzon. Házról házra kellene járkálni és megnézni, hogy a zebek hogy vannak tartva, mert ilyen helyen például, ahol nincs kerítés, megértem, hogy 3-4 méter hosszú láncon kötnek egy kutyát, nem engedheti el. De ahol ilyen zárt kerítések vannak, ott azért én úgy gondolom, hogy egy kutya eljárkálhatna, mert egy kutyának területre van szüksége. Nyilván a szocializáció egy ilyen kutyának sokkal alacsonyabb szintű, vagy akár a nullával egyenlő, aki folyamatosan láncon van tartva, szinte egyáltalán nem találkozik fajtársakkal, más kutyával, idegen emberekkel. Félelmi viselkedések, agresszió kialakulhat, különböző kényszeres mozgássorozatok alakulhatnak ki, hiszen nincsen más a kutyának a repertoárjában, hogyha valamilyen inger éri. Ez lehet akár öncsonkítás, lehet körbe-körbe föl-alá járkálás. Gyakorlatilag az egyik viselkedés probléma hozhatja magával a többit is. Ezek a kutyusok annyira szocializálatlanok igazából, hogy ez megnehezíti az ő esetükben nyilván a későbbi örökbeadást. Minden kutyát meg kell próbálni rehabilitálni. Az, hogy ez milyen eredménnyel zárul, ez nyilván kutya függő, az, hogy ő milyen sérüléseket vagy viselkedési zavarokat szenvedett ezáltal, mondjuk, hogy évekig ki volt kötve láncon. Nekünk is a bejelentések, amikor kimegyünk, itt az a probléma, hogy fél méteres, egy méteres. Tehát volt olyan, hogy az állat szinte nem tudott fölállni, vagy pedig nem tudott lefeküdni, mert a lánc olyan szinten volt föltekeredve a fára, hogy esélye se volt az állatnak. Az állatvédő szervezetek nem hatóság. Tehát mi akkor megyünk be egy kertbe, hogyha a rendőrség arra utasít minket, hogy még fel kell törni a kertet és be kell menni előre, vagy mondjuk látunk felakasztva egy kutyát, aki az utolsót rúgdossa, akkor biztos nyilván be fogunk menni a kertbe, de alapesetben senki nem követhet el ugye birtokháborítást.
szabályozás az nem egyértelmű. A tartós fogalmát senki nem definiálta. Most egy szomszéd 24 órában nem állhat a porta mellett, tehát azt nem tudja ő letanúzni a rendőrség fel, hogy ő 24 órája látja, hogy ki van kötve a kutya. Azt gondolom, hogy a jogalkotók ezt a rendeletet azért hozták, hogy a későbbiekben lehessen a láncontartást megszüntetni. Tehát ez most nem arról szól, hogy mindenki rögtön le kell, hogy engedje láncról a kutyát, és aztán menjen amerre lát. De reméljük, hogy ezzel a rendelettel eljutunk odáig, hogy innentől kezdve már csak az fog valóban kutyát tartani, aki megfelelően tudja őt tartani. Nem kell láncra kötnie, vagy napi 24 órában kenelben tartania ahhoz, hogy biztosítsa azt, hogy az állat ne szökhessen el.